Sziasztok, ez itt az IGN Hungary, kijöttünk a V4 Future Sports Festivalra. Nem véletlenül, ugyanis a régió legnagyobb e-sport rendezvényéről van szó, ami három teljes napon keresztül szórakoztatja a gamereket itt Budapesten, a BOK rendezvénycsarnokban. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a színvonalra egyáltalán nem lehet panasz, lényegében a világ bármelyik pontján megállna a helyét, elképesztő dolgokat láttunk itt, amíg körbenéztünk. Van egy hatalmas aréna, ahol e-sport közvetítések zajlanak, és természetesen egy play-it, mini play-it is helyet kapott itt a helyszínen. Nem véletlenül a V4 a rendezvény nevében, ugyanis Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia legjobb e-sportolói készültek föl erre a nagy rendezvényre az elmúlt hetekben, hónapokban, selejtezőkön tovább jutottak, és itt már lényegében a legjobbak játszanak. Folyamatos közvetítés van LoL-ba, FIFA 18-ba, Clash Royale-ba, illetőleg CS:GO-ba mérik össze természetesen a legjobbak a képességeiket, és hát rengeteg magyar induló is van, úgyhogy volt, akikért szurkolni lehetett. Illetőleg nyilván nem csak a játékosoknak kedveznek, de azért itt food truck show-t is élvezhetünk, ahol kaja, mindenféle... Kaja. Bizony, a lángostól kezdve a hamburgerig mindent végig lehetett kóstolni, és persze sok más érdekesség is van, mindenféle gamer dolgokhoz kapcsolódó újságoktól kezdve szobrokat, mindent a szokásos formában és mennyiségben meg lehet vásárolni, úgyhogy azt gondoltuk, hogy egy kicsit körbe is vezetünk titeket, úgyhogy tartsatok velünk! Ha voltatok már Play-en, akkor nem lesz újdonság ez nagyon a számotokra, hiszen a legnagyobb kiadók, videójátékos kiadók is megtalálhatók itt a rendezvényen. A Sony természetesen itt van, méghozzá a Detroit-tal és a Playlink játékokkal, amik mobiltelefonon játszhatók. Természetesen itt van a Microsoft és a PUBG, a legnagyobb siker mostanság, illetve a Nintendo standját is ellették a Switch-ek és a Splatoon 2-től kezdve. Akár a legfrissebb Detective Pikachu játékig ki lehet próbálni mindent. Illetve van retrokonzol itt mellettem, retrokonzolok. Rögtön csorgatok a nyálunkat a Barbarianra, a Golden Axe-ra, a Sega különböző játékaira, Mortal Kombat, SNES-en, úgyhogy ezek tényleg olyan cuccok, amik a retrofanoknak nagyon fog tetszeni. Illetve van még a cosplay verseny, ami épp egyébként pont a hátunk mögött megy, és hát nagyon durva beöltözések vannak, tehát nyilván valamit ismerhettek ti is, hogyha cosplay, láttatok már cosplayest, akkor ilyen óriási 60-as szintű sárkányoknak és különböző kardos jószágoknak öltöztek be jánykák. Leginkább jánykák. Így van, és hogyha közben unatkoznátok, akkor arra a youtuberek próbálnak meg titeket felvidítani, mert a szünetekben természetesen Pamkutyáéktól kezdve Konzolvirág Ricsin, Imiék, mindenki kint van, úgyhogy az elég komoly adat sikerült a rendezvény ezen része. Ahogy ezt már mondtuk, környező országok legjobb e-sportolói, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország legjobb e-sportolói mérik össze erejüket ezen a rendezvényen, méghozzá nem kevesebb, mint összesen 1 millió eurós összdíjazásért, ami hát az egy szép kis summa, azt gondolom, de hát a körülményekhez is ehhez méltók, mint látjátok, mögöttünk éppen egyik magyar csapat játszik LOL-ban, és hát fantasztikus kivetítőkön, elképesztő hangulattal és profi szakkommentárral kísérve. Így van, technikailag is nagyon jól kivitelezett az egész esemény, illetve maga ez az aréna, ez óriási. Tehát amikor bejöttünk először és láttuk ezt a 470 kivetítőt, így teljesen ámulatba ejtettünk. Épp egyébként egy magyar csapat játszik, a Rift Esports, lengyel Illuminar Gaming ellen, és szurkolnak nekik a srácok, akik értik a LOL-t, nem úgy, mint én, de lényeg, hogy technikailag nagyon rendben van, illetve azt tetszik meg nagyon, amikor valakit lemészárolnak, vagy valaki meghal, akkor a pontszerzés esetén egy tűzijáték lő fel a színpadon. Elég érdekes, ez nagyon jól nézett ki egyébként, tényleg. Így van, tehát a technika és a látványra nem lehet panasz. Most már szép számú szurkoló is gyűlt itt össze. Kicsit lézengtek még kora reggel, de most már úgy látszik, amikor... Felébredtek az emberek. Igen, ahogy beindulnak itt, tényleg közeledünk a döntők fele, hogy egyre többen lesznek itt. Bármelyik televízió megirigyelhette volna ezt a kommentátori hozzáállást és szakkommentátori hozzáértést, amit egyébként a FIFA-ban nyújtottak ott a srácok.
nagyon jó volt pont, hogy egy magyar srác játszott, amikor mi pont benn voltunk, és hát ezt is el tudom képzelni, hogy amikor jönnek a magyar versenyzők, akkor ez az aréna is megtelik, azért a FIFA szerintem nagyon érdekli az embereket, legalábbis azt gondolom, hogy ha erre az eseményre összpontosítunk, akkor a FIFA az, ami szerintem mindenképp említésre méltó, lehet azért, mert elfogult vagyok, és jobban értek a sporthoz. Hát meg Magyarországon mindenki ért a focihoz, úgyhogy ha virtuális, ha nem. Így van.